Jó estét kívánok! Teljes a katasztrófa, a Tiszát meggyilkolták. Ezt a szerb környezetvédelmi miniszter mondta, miután a folyó vajdasági szakaszán is kipusztult szinte minden élet. Az AP hírünökség Európa legsúlyosabb környezeti katasztrófájának nevezte a szennyezést Csernobil óta. A méreg folyamatosan halad lefelé a Tiszán, és most éri el a Dunát. A szerb kormány kártérítést követel. A vajdaság területét két napja érte el a cián szennyeződés, a halak 80%-a már is kipusztult. A mérgezés várhatóan ezekben az órákban éri el a Dunát. Jugoszlávia északi városainak polgármesterei válságtanácskozásra gyűltek össze. Felszólították a helyi lakosokat, hogy tisztítsák meg a Tiszát a döglött halaktól. A helyi éttermek étlapjáról levették a halat tartalmazó menüket, és Belgrádban is hasonló intézkedéseket terveznek. A folyópartján halálfejes feliratok figyelmeztetnek a Tisza vízminőségének változására. A szerb környezetvédelmi miniszter közölte, hogy Jugoszlávia a Nemzetközi Bíróságon fog kártérítést követelni Romániától. Azzal vádolta Bukarestet, hogy takargatta a mérgezés valóságos méretét. Megölték a Tiszát. Egyetlen baktérium sem maradt életben. Döbbenetes, hogy ez megtörténhetett. Juhász Attila, Zenta polgármestere szerint ez nem csak egy környezeti katasztrófa. A magyar polgármester szerbül nyilatkozott az AP hírügynökségnek, ezért hallják most szinkronizálva őt. Ez a folyó mérgezése. A Tisza élővilágának 80%-a ki fog pusztulni. A cián mérgezés 36 óra alatt elvonul innen, de senki sem tudja, hogy addig mekkora katasztrófát okoz. A környezetvédelmi szakemberek szerint évekbe is beletelik, amíg a Tisza élővilága magához tér. Magyarországon eddig több mint 100 tonna döglött halat szedtek ki a Tiszából. Szakemberek szerint azonban ennél jóval több lehet a folyó fenekén, csak a hideg víz miatt egyelőre még nem jöttek a víz felszínre. Cián és nehézfém szennyeződés is maradt a folyó iszapjában, de még senki sem tudja és nem is vizsgálja, hogy mennyi. Információink szerint a Környezetgazdálkodási Intézet vizsgálja majd a folyómederben maradt mérgező anyagok koncentrációját, de csak a következő hetekben kezdődnek el a mérések. Közben a vízügyi szakemberek attól félnek, hogy a Tiszán és a mellékfolyóin levonuló árhullám a következő napokban nagy mennyiségű mérgezett vizet és elpusztult állatot moshat ki az árterekbe, és így az élővilág pusztulásának még korán sincs vége. A román külügyminiszter szerint Magyarország kártérítési igényeit figyelembe kell venni. A két környezetvédelmi miniszter megállapodott, hogy a magyar és a román szakemberek együtt mérik fel a károkat. A bizottságok tagjait azonban még nem nevezték meg. A magyar miniszter Pepó Pál holnap ismét Nagybányára utazik. Egy munkacsoport fogja megvizsgálni, illetve felmérni a ciánszennyezés okozta károk nagyságát Magyarországon. Ennek a munkacsoportnak román, magyar és más országokbeli szakemberek is tagjai lesznek. A Magyar Környezetvédelmi Minisztérium már felszólította Romániát, hogy minél hamarabb nevezze meg a csoport román tagjait. Közben a román kormányfő utasítására Romániában kormánybizottságot hoznak létre a károk felmérésére. Románia külügyminisztere Petre Román ma kijelentette, hogy a román hatóságoknak figyelembe kell venniük Magyarország követeléseit, és fel kell mérniük a január végén történt baleset miatt keletkezett károkat. Magyarország még nem kapott hivatalos értesítést a román kormánybizottság létrejöttéről, de a szaktárcánál örvendetes hírnek tartják, és nem tartanak attól, hogy a két csoport vizsgálatai eltérő eredményekkel zárulnak majd. Nincs okunk arra, hogy kételkedjünk a román vizsgálatoknak a korrektségében, amiket majd most elvégeznek. Eddig is konstruktív volt az együttműködés, ennek a legújabb és legkonkrétabb jele éppen a külügyminiszterük nyilatkozata. Az első vizsgálati eredmények április elejére várhatóak, a vitás kérdésekről csak ősszel kezdenek majd tárgyalni a felek. Ha a két ország nem tud megállapodni, akkor egy választott bíróság dönt majd a kártalanítás mértékéről. Összeget most még becsülni sem lehet, csak az biztos, hogy a kár milliárdokban mérhető, amelyet a Környezetvédelmi Minisztérium szerint a román államnak és a kárt okozó vállalatnak kell majd megfizetnie. Nincs megegyezés a vasutasok és a MÁV között, sőt, a részvénytársaság azt állítja, hogy minden követelést teljesített, mégsem veszik fel a sztrájkolók a munkát. Ezért a MÁV holnap bírósághoz fordul. Délelőtt még úgy tűnt, nincs messze a megegyezés, hiszen a szakszervezetek már csak azt sérelmezték, hogy a MÁV a jövőben nem akarja maga beszedni a szakszervezeti tagdíjat. Sőt, az érdekképviseletek azt is felajánlották a MÁV-nak, hogy a befolyó tagdíjak egyötöde náluk maradhat. Így a délutáni tájékoztató mindenki azt várta, hogy véget ér a 13. napja tartó sztrájk. Nem ez történt. Teljesültek azok a célok, amelyekért a sztrájkot eredetileg meghirdették.
A MÁV emiatt a sztrájk azonnali beszüntetésére szólítja fel a szakszervezeteket. Ellenkező esetben kénytelenek leszünk a bírósághoz fordulni. A szakszervezetek vezetői megdöbbentek a bejelentésen, és kijelentették, nem igaz, hogy minden követelésük teljesült, így a sztrájk szerintük törvényes. Ez egy újabb nyomásgyakorlási trükk a MÁV vezetése részéről a sztrájkolókra. Ahelyett, hogy a tárgyalásokra koncentrálnának, és ott töltenének el érdemi időt, újra a sztrájkolókat fenyegetik. A munkabeszüntetés annak ellenére folytatódik, hogy a MÁV igazgatótanácsa délután döntött. A sztrájk költségeit nem hárítják át a dolgozókra, azaz nem változnak a béremelés beígért feltételein. Körülbelül 2000 antifasiszta tüntető emlékezett meg a budai várban Budapest ostromának végéről az 55. évfordulón, egy évvel az emlékezetes skinhead felvonulás után. A budai várban ma délután emlékezni gyűltek az emberek. 55 évvel ezelőtt szabadult meg Budapest a náciktól és a szövetségeseiktől. Teljesen le volt rombolva a város. A felvonulók között feltűnt több népszerű politikus, csak úgy, mint sok közéleti személyiség is. De nem csak a történelemről szólt a találkozó. Sajnos van olyan aktualitása is, hogyha a civil fórum jó időben nem foglalja le teret, akkor elképzelhető lett volna, hogy új fasiszta elemek is itt megjelentek volna, mint korábbi években. Ők azonban most is ott voltak, de csupán ennyien. És ők is csak akkor bújtak elő, amikor az emberek már hazaindultak. A fasizmus kell újra emlegetni furcsa módon, pedig a fasizmus nem jó játszani, a fasizmus rettentesen egészségtelen, néha halálos betegséget okoz, sőt nem csak azoknak okoz, akikkel játszanak, néha azoknak is, akik játszák. A békés megemlékezés egy rövid séta után a déli pályaudvaron ért véget. Kamerun nyerte a labdarúgó Afrika kupát, miután a döntő rendes játék idejében és a hosszabbításban is 2-2-t játszott Nigériával. Aztán 11-es rúgások következtek, ebben jobb volt Kamerun, tehát megnyerte az Afrika kupát. Holnap 1 órakor lesz legközelebb híradó itt az RTL-en. Viszontlátásra!